Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Nemes Anna vagyok. Több száz halálos áldozat egy gázai kórházban, Izrael és a palesztinok egymást vádolják. Az orosz elnökkel találkozott a miniszterelnök Orbán Viktor, katonai műveletekről beszélt a háborúval kapcsolatban. És csökkent Budapest lakossága, így kevesebb önkormányzati képviselő lesz, átrajzolják a választókerületeket. Több százan meghaltak, amikor robbanás történt egy baptista fenntartású kórházban, Gázában. Az első becslések szerint közel 300 ember halt meg, de később a gázai egészségügyi minisztérium azt közölte, hogy akár az 500-at is elérheti a halálos áldozatok száma. A robbanásért a palesztin hatóságok az izraeli légi csapásokat okolják. Az izraeli hadsereg szerint viszont az iszlám dzsihád terrorszervezet rakétái tévesztettek célt. A kórházban családok kaptak menedéket, az áldozatok közt nők és gyerekek is vannak. Mahmoud Abbas palesztin elnök 3 napig tartó gyászt hirdetett a tragédia miatt. Jordánia pedig lemondta az amerikai elnökkel tervezett regionális csúcstalálkozót. Joe Biden ma Izraelbe utazik, hogy támogatásáról biztosítsa Izraelt a Hamas támadása után. Kivitelezhetetlennek tartja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, hogy Izrael elfoglalja és megtisztítsa Gáza egész területét, mert az több ezer izraeli katona halálával járna. Kaiser Ferenc szerint maguk az izraeli vezetők sem szívesen küldik be a katonákat Gázába, hiszen ott a Hamász terroristái vannak otthon, akik évek óta készítik elő a területet éppen ilyen harcokra. Közben a Hamász közzétett egy videót, amelyben az egyik túszúk kéri, hogy vigyék haza, amilyen gyorsan csak lehet. Ezen a Hamasz által közzétett felvételen a 21 éves miatt sem látható. A lány francia-izraeli állampolgár. A videóban elmondja, hogy arról a zenei fesztiválról vitték el a terroristák, ahol 7-én szombaton vérfürdőt rendeztek. Jelenleg egy gázai kórházban van, 3 órán keresztül operálták. Azt mondja, gondoskodnak róla, gyógyszereket kap, minden rendben vele, de azt kéri, vigyék haza olyan gyorsan, ahogy csak lehet. Tegnap mondjuk mutattak egy felvételt, biztos nem tudom, hogy Magyarországon lehetett-e látni, egy családról, akit az egész családot elvitték. Volt egy 17 éves fiú, akit felhasználtak, hogy más családokat hozzanak ki az óvóhelyről, hogy héberül beszéljen, és aztán megtalálták a 17 éves fiú holttestét, meg az anyáit. Zsuzsanna Tel Aviv külvárosában él. Azt mondta, a keddi nap az interjúnkig nyugalmas volt, vagyis délelőttig még nem volt légi riadó. Ugyanakkor hozzátette azt is, hogy hétfőn is csak délután lőtték őket, akkor 4-szer kellett a bunkerbe menniük. Tegnap mondták, hogy azért mindenkinek fel kell készülni, nem lehet tudni, hogy hol vannak ilyen alvó sejtkirú terrorista csoportok, tehát mindenkinek vigyázni kell, de hát próbáljuk élni. Maguk az izraeli katonai vezetők sem szívesen mennének be Gázába. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense híradónak kifejtette, a gázai övezet egy 2/3 budapestnyi terület másfél budapestnyi népességgel, vagyis négyzetkilométerenként 6000-en laknak. Ez egy nagyon sűrű, beépített, helyenként kisebb-nagyobb sikátorokkal tagolt terület, ahol a Hamas terroristái, gerillái vannak otthon. Tehát évek óta készíti elő a szervezet, a gázai vezetet pont ilyen harcokra. Tehát tele van föld alatti alagutakkal, tele van robbanócsapdákkal, alá vannak aknázva a házak. Tehát az izraeli előrenyomulást minden egyes méterért valószínűleg katonák vérével kell fizetni. Kaiser Ferenc hozzátette, halott izraeli katonák százairól, ezreiről lehetne beszélni egy ilyen hadművelet esetén, amit nem biztos, hogy az izraeli állam el tudna viselni. Ezért szerinte az, hogy Izrael egész Gázát elfoglalja és megtisztítsa, kivitelezhetetlen. A civil lakosságot minden körülmények között védeni kell. A gázai kórház elleni támadás a helyzet súlyosságára figyelmeztet, mondta Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, az uniós állam és kormányfők videokonferenciás csúcs találkozója után. Izraelnek joga van megvédeni magát, de be kell tartania a nemzetközi jogszabályait, hangoztatta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke azt mondta, fontos, hogy az Unió kifejezze a szolidaritását, elutasítsa a terrorizmust és segítse a túszok szabadon bocsátását. Az egyeztetésnek nem volt magyar résztvevője, mivel a miniszterelnök Pekingben van. Az eurológus értesülése szerint Magyarországot Orbán Viktor kérésére Karl Nehammer osztrák kancellár képviselte. Pekingben találkozott egymással Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin. Az ellenzék többféle jelzővel is illette a magyar miniszterelnök megbeszélését az orosz elnökkel. Nevezték érthetetlennek, visszataszítónak és nevetségesnek. A beszélgetés során az orosz elvárásnak megfelelve Orbán Viktor is katonai műveletekről beszélt az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Ezt a fotót tette közzé Facebook oldalán Orbán Viktor nem sokkal azután, hogy Vlagyimir Putyinnal találkozott Pekingben. A képhez írt poszt alapján a két állami vezető az energiabiztonságról és a békéről tárgyalt. Ez utóbbival kapcsolatban több elemző is emlékeztetett. Vlagyimir Putyin a kezdetektől katonai műveletnek nevezte a háborút, ahogy a találkozón a hírek szerint Orbán Viktor is. Ez a Kreml propagandájának az átvétele. Tehát számunkra és az egész világ számára ez egy háború. És aki nem így nevezi, az átveszi a Kreml propagandáját, ami hát egy NATO és Európai Uniós állami vezetőtől meglehetősen szokatlan és furcsa. Gáspár Kristóf politikai elemző szerint a találkozóval Orbán Viktor saját pozícióját akarta megerősíteni. A valódi ok azért az, hogy hát Orbán Viktor szeretett volna mindig is közeli kapcsolatot fenntartani a háború kirobbanását követően is Oroszország vezetőjével, és erre nagyon nagy hivatalos fórumok nem igazán keletkeztek az utóbbi időszakban. Most ez kihasználta ezt a lehetőséget, egy kicsit megemelhesse saját magát is, főként úgy, hogy hát a NATO vezetők közül ő talán az egyetlen, aki ennyire közel és szoros viszonyt tart fent. A Momentum számára érthetetlen a találkozó. Tompos Márton szerint ráadásul épp az orosz elnök okolható egyebek közt azért a menekült áradatért, ami ellen a Fidesz küzd. Valószínűleg ez a fideszeseknek szól, pontosabban ez Orbán Viktornak szól. Biztos van valami érdek, valami közös biznisz, ugye lehet itt szó gázról, Paks 2-ről, sok mindenről, de még egyszer, kárpátai magyarok halnak meg Ukrajnában, és emellett ők elmennek tárgyalgatni az ezért felelős háborús bűnös Putyinnal, tehát hogy nevetséges. A DK szerint Orbán Viktor a találkozóval szégyent hozott a magyarokra. Vadai Ágnes úgy véli, magatartásával a miniszterelnök az Európai Unió és a NATO peremére sodorja Magyarországot. Még a saját támogatóit is szembeköpi a miniszterelnök akkor, amikor ezt a tárgyalást lefolytatja azzal az emberrel, akit egyébként a Hamas felmagasztal, akkor, amikor megtámadja Izrael. Szijjártó Péter a találkozót követően hangsúlyozta, a magyar kormány a békét szorgalmazza. A találkozón elhangzottak azonban nem adnak okot bizakodásra. Úgy tűnik, hogy hosszabb távon kell berendezkednünk arra, hogy ez a nagyon nehéz nemzetközi környezet fog fennmaradni, és nekünk ezen nagyon nehéz nemzetközi környezetben kell megtalálni a fejlődés lehetőséget. Szijjártó Péter hozzátette, világos, hogy a háború a tárgyalóasztalnál érhet véget, ehhez pedig a kommunikációs csatornákat nyitva kell tartani. Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója válaszolt az amerikai nagykövetnek, aki bírálta Orbán Viktort, amiért találkozott az orosz elnökkel. Orbán Balázs azt írta, elegük van az amerikai képmutatásból, hiszen az Egyesült Államok csak nukleáris fűtőanyagból több mint kétszer annyit vásárolt az oroszoktól, mint korábban. Előzőleg David Pressman nagykövet azt írta az X-re, hogy Magyarország vezetője egy olyan ember mellé áll, aki felelős az emberiség elleni bűncselekményekért Ukrajnában. Miközben Oroszország az ukrán civileket támadja, Magyarország az üzletkötésekért könyörög, írta az amerikai nagykövet. Avdiivka irányában folytatták a támadásaikat az orosz erők, amelyek szakértők szerint területeket is tudtak szerezni a térségben az elmúlt napokban. Közben az ukrán erők még mindig Bahmutnál és Zaporizsia nyugati térségében támadnak Melitopolnál. Észak-keleten próbál áttörni az orosz sereg az ukrán védelmen, az ukrán földi erők parancsnoka szerint. Alekszandr Szirszki a fronton állomásozó katonákkal találkozott. Kifejtette, hogy eszkalálódtak a harcok Kupjanszk és Liman térségében. Kupjanszk városát az ukrán erők csak nem egy éve foglalták vissza az oroszoktól. Most azonban a régióban újra támadásba lendültek itt az orosz csapatok.
Az orosz védelmi miniszter Vlagyimir Putyin államfővel egyeztetett a harcok állásáról. Legyőztük a tervezett tavaszi offenzívát, a nyári támadást és most az őszi offenzívát. Az ukrán erők egyik kampányukban sem voltak sikeresek, mondta Szergej Sojgu. Eközben az orosz állami duma megtette az első lépést afelé, hogy felmondja a nukleáris kísérletek betiltásáról szóló szerződést. A moszkvai álláspont szerint ezzel választ adnak az Egyesült Államoknak, ami még nem ratifikálta a szerződést. Eközben az amerikai pénzügyminiszter Janet Yellen elmondta, hogy a washingtoni vezetés arra számít, hogy a kongresszus megszavazza a legújabb, több mint 2 milliárd dolláros katonai csomagot mind Ukrajnának, mind Izraelnek. A belga hatóságok lelőtték azt a férfit, aki feltehetően a hétfő esti brüsszeli lövöldözés elkövetője volt. A rendőrök azután indítottak hajtóvadászatot a 45 éves tunéziai férfi ellen, hogy két embert megölt a Belgium-Svédország labdarúgó mérkőzés előtt. A két áldozat svéd állampolgár volt. Brüsszelben a legmagasabb szintű terrorriadót rendelték el. A belga hatóságok vizsgálják át azt a brüsszeli kávézót, ahol legutoljára tartózkodott az a férfi, aki a gyanú szerint felelős volt két svéd állampolgár lelövéséért. A férfit a letartóztatása közben meglőtték, és a kórházban belehalt a sérülésébe. A 45 éves tunéziai támadó 2019 óta élt Belgiumban, ahol menedéket kért, korábban illegálisan élt az országban. A férfi magát az Iszlám Állam terrorszervezet tagjának vallotta és felelősséget vállalt a hétfő esti támadásért, amelyben puskával támadta járókelőkre egy kereszteződésnél, majd követte azokat, akik egy közeli épületben menekültek. Pont ide értem, amikor meghallottam az első lövéseket, és láttam egy párt futni, és láttam, ahogy kétszer lő a férfira, aki elesett. Én teljesen lefagytam, meg sem tudtam mozdulni. Még mindig remegek azok után, ami történt. A támadó utána kijött és újra lőtt. Egy másik férfi mondta nekem, hogy fussak el, ha életben akarok maradni, mondta ez a szemtanú. A támadásban két svéd állampolgár életét vesztette, egy harmadik pedig megsebesült. Mindez ugyanis a belga-svéd futballmérkőzés kezdete előtt történt. A meccset a félidőben felfüggesztették, a szurkolóknak és a játékosoknak pedig a stadionban kellett maradniuk, mielőtt a hatóságok megkezdték a brüsszeli stadion evakuálását. A svéd szurkolókat a rendőrség kísérte a városba, a nemzeti válogatott pedig szintén rendőri kísérettel ment a repülőtérre. A támadók félelmet, bizalmatlanságot és megosztást akarnak kelteni a szabad társadalmunkban. De a terroristák soha nem lesznek sikeresek ebben, soha nem fogják leigázni a szabad társadalmunkat. A gyűlöletükkel és az erőszakkal mindenek előtt azt mutatták meg, hogy erőtlenek. A terrorizmus soha nem fog legyőzni minket, jelentette ki a belga miniszterelnök. Brüsszelben a legmagasabb szintre emelték a terrorkészültséget és megerősítették a svéd intézmények védelmét. A TEK szerint nem indokolt emelni a terrorfokozatot Magyarországon. A terrorellenes koordinációs bizottság ülését tegnap hívta össze Hajdú János. Az egyeztetésen az izraeli események, valamint a magányos elkövetők által Európában végrehajtott terrorcselekmények voltak napirenden. A TEK közleménye szerint a terrorizmusra és a terrorcselekményekre vonatkozó információk alapján egyelőre nem indokolt a 2016. március 29-e óta Magyarország területén hatályban lévő közepes terrorfokozat megváltoztatása. A lengyel választások után szűkülni fog az Orbán kormány mozgástere és befolyása Európában, fogalmazott híradónknak Hegedűs Dániel politikai elemző. Kis Rajmunda, Matthias Corvinus diplomáciai műhelyének vezetője szerint a korábbi ellenzéki pártokból alakuló új lengyel kormány be fogja látni, hogy szüksége van a magyar kormánnyal való jó viszonyra. Nyert a demokrácia, nyert a szabadság, mi pedig újra megnyertük szeretett Lengyelországunkat. Kitörő örömmel fogadta a győzelemmel felérő második helyet Donald Tusk, a lengyel polgári koalíció vezetője. Ellenzéki szövetségeseivel együtt Tusk pártja szinte bizonyosan átveszi a kormányzást a mostani jobboldali kabinettől. Az egyik legjelentősebb kritikusa Orbán Viktornak innentől kezdve Varsóban fog ülni. Hegedűs Dániel elemző szerint Magyarország befolyása gyengülni fog Európában. Az elmúlt hetekben
Sokat lehetett hallani kompromisszumokról, a befagyasztott uniós forrásoknak az elengedését illetően. Gondolom, hogy innentől kezdve ez még kevésbé lesz sürgős az Európai Bizottságnak vagy más uniós intézményeknek. Hegedűs Dániel arra ugyanakkor nem számít, hogy a magyar kormány Európa kritikus politikája megváltozna. Az MCC szakértője szerint az új lengyel kormány gyengítené a nemzetállamok szerepét, de majd be kell látnia, hogy ennek korlátai vannak. Rá fog jönni, hogy kell Budapest, kell Prága, kell Pozsony, már csak azért is, hiszen az Európai Unió sem egységes. Azért van egy erős érdekellentés sokszor a régi klasszikus nyugati nagyhatalmak és a feltörekvő Közép-Európa között, nem csak gazdaságilag, de politikailag is. Az LMP szóvivője szerint nem lehet tudni, hogy a magyar választási rendszerrel lett volna-e kormányváltás Lengyelországban. Ne saját magunkkal foglalkozunk, hanem azokkal a kérdésekkel, amik valóban érintik ugye az embereket. Nézzük meg, mondjuk a lengyelek ugye beszéltek ebben a kampányban nagyon részletesen a minimálbér kérdéséről, tehát hogy nagyon sok olyan mindennapi szinten megfogott dolgot tudtak behozni ebbe a kampányba, ami tényleg a bőrükön érezhető az embereknek. A DK-s Rónai Sándor arról beszélt híradónknak, hogy a lengyel választás eredménye nagyon rossz hír a magyar kormánynak, de az uniós pénzek érkezését nem akadályozza. El kell végezni azt a házi feladatot, amit az Európai Bizottság felírt a magyar kormánynak, hogy nyújtsanak garanciát, vállaljanak garanciát arra, hogy ezek az uniós pénzek biztonságban lesznek a magyar kormánynál. Erre most már évek óta képen a magyar kormány. Rónai Sándor hozzátette, a lengyel eredmény reményt ad a magyar ellenzéknek. 4 év alatt több mint 63 ezerrel csökkent Budapest lakossága, így 5 kerületben kevesebb képviselő lesz. Emiatt át kell rajzolni a választókerületeket a jegyzőknek. A híradónknak nyilatkozó ellenzéki politikusok szerint azonban a stratégia nem változik. A pártok igyekeznek egy-egy jelöltet állítani a Fidesszel szemben a fővárosban. Ők jellemzően azok lesznek, akik 2019-ben már győztek. Így néz ki Budapest lakossága kerületekre lebontva. A belügyminisztérium szeptember 1-jei adatai alapján több mint 63 ezerrel kevesebben élnek a fővárosban, mint 4 évvel ezelőtt. Így már kevesebb, mint 1 millió 600 ezer ember lakhelye a legnagyobb magyar város. A Budapestről való kiköltözés évtizedes tendencia, mondja Sík Endre. A szociológus szerint egyrészt azok hagyják el a fővárost, akik megengedhetik maguknak a drágább lakhatást, másrészt azok, akik pont hogy nem tudják megfizetni a magas költségeket. Buda északi agglomeráció általában, ami a legjobb példa, mondjuk Szentendre környékén, Leányfalu környékén, vagy még közelebb Budapesthez, Telki és Páty részen. A másik meg inkább Csepel-sziget, illetve általában a mondjuk délpesti irányban kifelé Budapesttől. A választási eljárási törvény szerint így 3-mal kevesebb képviselő lesz az 1., az 5. és a 15. kerületben, illetve 1-jel kevesebb képviselőre lesz szükség a 11. és a 14. kerületben. Ezekben az önkormányzatokban kevesebb választókerület is lesz, amiket majd a jegyzőknek kell átrajzolniuk. Az 1. kerületben 10 helyet már csak 8 egyéni mandátumot lehet majd szerezni, és a testületben immár a Fidesz van többségben, vagyis ez jelentős változás. Vénaszályi Márta azonban bizakodó. Február óta mi folyamatosan 2 hetente egyeztetünk a koalíciós partnerekkel, és készülünk a jövő évi választásra, választási együttműködésre. Én azt gondolom, hogy ez az együttműködés, ennek a részletei rövid határidőn belül véglegesítve lesznek, és ráfordulunk a kampányra. Az MSZP budapesti elnöke is azt mondta híradónknak, hogy már közel a megegyezés a jelöltekről. Horváth Csaba szerint a legfőbb jelölési elvben már sikerült is az együttműködő pártoknak megállapodniuk. Mi azt a tárgyalási pozíciót tartjuk, de ez a TK is tartja magát, és a többi párt, hogy a 2019-es győztesek, azok megpróbálhatják újra a győzelmet, mert hogy ők már ezt kipróbálták. Az önkormányzati választásokat rendhagyó módon egyszerre tartják az európai parlamenti választásokkal 2024. június 9-én. A gépjármű oktatók szerint ellehetetleníti a munkájuk egy részét az új rendszer, amely szigorúan szabályozza azt, hogy mikor és ki lesz a következő tanuló. Ha ebbe valamilyen hiba miatt csúszás kerül, akkor az egész órát eldobhatja a tanuló és az oktató is. Az oktatók azt nehezményezik, hogy hiába vállalkozók beleszólnak a munkájukba. Már a sztrájkot is fontolgatják.
A régi rendszert szeretnék visszaállítani az oktatók, mert szerintük az összes rugalmasságot veszítették el azzal, hogy másodperc pontosan kell dolgozniuk. A rendszer bevezetése előtt, ha kellett, a diákok órarendjéhez, egyéb elfoglaltságaihoz tudtak igazodni, akár adhok jelleggel is. Ez most megszűnt, ráadásul sokkal többet kell papírmunkával foglalkozniuk. Ez napi 2-3 plusz óra munkát jelent, az adminisztráció is sokkal több lett, mióta bevezették az új rendszert, hiszen amit eddig a KAV ügyintézője végzett munkát, azt áthárították az autós iskoláknak. Az oktatók most arra készülnek, hogy ha nem tudnak változtatni, akkor egyszerűen leállítják a tanulóik vizsgára jelentését. Egy olyan szabály lépett érvénybe, hogy előre le kell jelenteni azt, hogy hol fogunk kezdeni, hány percet fogunk vezetni, és kivel fogunk vezetni. A baj az, hogy ez nem életszerű, tehát valahol valaki egy asztal mögött meghozott egy jogszabályt, de a valóságban ezt megtartani nem mindig lehet. Személyiségi jogokat sért, tehát a tanuló jogait is sérti, hiszen nem tartozik senkire, hogy ő mikor, hol és mit csinál. A tanulók is azt mondják, hogy rosszul éreznék magukat, ha valaki csak virtuálisan is, de követné őket. Aláírtam azt, hogy nem járulok hozzá, hogy bárki is tudja, hogy én merre vezetek, városon belül, vagy bárhol, hogy mikor vezetek, mennyit vezetek. Én ehhez nem járulok hozzá, engem ez feszélyezne, különben is. Én úgy gondolom, hogy ez rajtam kívül senki másra nem tartozik, és az oktatómon kívül. Az oktatók azt mondták, hogy az új rendszer az autóvezetők képzését veszélyezteti, ezért ha másképp nem tudnak eredményt elérni, akkor megbénítják a vizsgáztatást. 2 év börtönre ítélte a katonai bíróság azt a 2 rendőrt, akik még 2021-ben a koronavírus járvány idején elrendelt kijárási tilalom alatt az utcán bántalmaztak hajléktalanokat. A büntetést mindkét volt rendőr esetében 4 évre felfüggesztették. Rajtuk kívül még 2 rendőrrel szemben hoztak ítéletet, akik nem jelentették az esetet, pedig tudtak róla. A kaposvári katonai bíróság előtt 2 volt mohácsi rendőr és 2 még jelenleg is állományban levő rendőr állt a hajléktalanok bántalmazásával kapcsolatos ügy tárgyalásán. A vád szerint a 2 rendőr a kijárási tilalom idején az utcán maga tehetetlenül fekvő hajléktalanokat bántalmazott. Az ügyészségnek nem volt nehéz bizonyítani az esetet, ugyanis arról felvételt is készítettek. Terrorellátási központ munkatársaival történt akció keretében elfogásukkor mindkét vádlott vonatkozásában, első másodrendű vonatkozásában lefoglalásra kerültek a mobiltelefonjaik. Mobiltelefonjaikból pedig kinyerésre kerültek azok a videófelvételek, amiket ők készítettek ezekkel az esetekről. A bíróság az ügyész javaslata alapján mondta ki bűnösnek az ügy szereplőit. A vádirattal egyezően állapította meg a bíróság a történeti tényállást, és a vádlottaknak a bűnösségét is a vádiratban foglalt bűncselekményekben állapította meg, tehát ezen bűncselekményekben mondta ki bűnösnek őket. A már leszerelt rendőrök 2-2 év börtönbüntetést kaptak 4 évre felfüggesztve, valamint az ügy másik 2 vádlottjához hasonlóan pénzbüntetést is kell fizetniük. A hajléktalanokat segítő egyik pécsi szervezet vezetője szerint nem könnyű azoknak, akik az utcán élnek. Amikor az utcán élnek emberek, és különböző helyzetben találkoznak egymással, ott azért elég nagy feszültségek tudnak kialakulni, és sok esetben éppen hajléktalan emberek tudnak egymással konfliktusba kerülni. A 2 rendőr ellen hozott ítélet nem jogerős, a vádlottak enyhítésért, míg az ügyészség súlyosabb ítélet kiszabását kérve fellebbeztek. Még nem jutott ki az Európa-bajnokságra a magyar futball válogatott, miután tegnap este 2-2-es döntetlent játszott Litvániával Kaunasban. Gyenge kezdés után a második félidőben 0-2-ről szépítettek a magyarok. Több helyzetük is volt, de ezeket nem sikerült értékesíteni, így végül 1 pontot szereztek. A következő lehetőség az EB részvétel bebiztosítására. Bulgária ellen lesz majd november 16-án. És hogy kik lesznek a vendégek, és milyen témákkal foglalkoznak ma reggel a Startban, azt már is mondja Köbön Anita. Jó reggelt, szervusz Anita! Szervusz Anna, jó reggelt, köszöntöm a kedves nézőket, senki se lepődjön meg, ma tényleg én vagyok a kakuk tojás, holnap már ismét Emily fogja várni önöket, ma reggel viszont Andrissal ketten erősítjük a Start csapatát, mondom is, hogy ki mindenki érkezik hozzánk. A szigorlatban itt lesz velünk Keresztes László Lóránt, az LMP országgyűlési képviselője. 2 témát is szeretnénk majd vele feldolgozni, és természetesen attól is függ, hogy
vendégkérdezőnk milyen irányba fogja majd terelni a beszélgetést, de egyrészt nagyon fontos kérdéskör az, hogy azok az akkumulátorgyárak, akik ugye szennyező tevékenységet végeznek, továbbra sincsenek olyan jogszabályi keretek köré szorítva, aminek hatásaképpen ezek a műveletek csökkennének drasztikus mértékben, sőt, egyébként ide tartozik az is, hogyha büntetést kiszabnak ezekre a cégekre, gyárakra, akkor gyakorlatilag az nem tud olyan volumenni lenni, hogy mondjuk úgy, hogy nyomást gyakorolna egy-egy cég büdzsére, magyarán nekik sokkal jobban megéri akár bevállalni ezt a fajta szennyezettséget, szennyezést, és meg kifizetni a büntetést, semmint befejezni ezt a tevékenységet. Az LMP szerint egyébként hazudott a kormány ezzel kapcsolatban, mégpedig, hogy nem úszhatják meg a bírságot a szennyező cégek. Ezről is fogjuk tehát Keresztes László Lórántot kérdezni, illetve a Schadl Börner perrel kapcsolatban is vannak újabb fejlemények, úgyhogy biztos, hogy erre is ki fogunk majd térni. De itt lesz velünk Cseh Katalin, a Momentum EP képviselője, és több téma van, amit majd vele szeretnénk asztalra teríteni, és meglátjuk, hogy mennyi mindennel fogunk tudni a rendelkezésünkre álló időben foglalkozni. Az egyik ilyen, hogy Navracsics Tibor most ismét kijelentette azt, hogy érkezhetnek majd az EU-s források, és gyakorlatilag csütörtökön most már megkezdődnek a tárgyalások, és a célegyenesben vagyunk, hamarosan megérkezhet a pénz, amire nagyon várunk, ha jól emlékszem, most már másfél éve biztosan, de szó lesz a lengyelországi kormányváltás kérdéséről is, illetve arról, hogy az ellenzék mennyire fogja tudni majd a regnáló kormány munkáját kicsit egyenesebbé, stabilabbá tenni, és hogy mit tanulhat a hazai ellenzék annak a pártnak a munkásságából, akárhogy egy választáson hogyan és milyen formában lehet szerepet vállalni, hogyan lehet meggyőzni a szavazókat arról, hogy egy picit nagyobb többséget gyakoroljanak, mint az eddigiek. És szerencsére itt lesz velünk Novák András is, az ATV tudósítója, ugye ő visszaért most már Izraelből. Rengeteg új információt hallhattunk róla már egészen múlt héttől kezdve, hogy mi zajlik ott az izraeli háborúban. Most már személyesen is beszámol nekünk a tapasztalatokról, úgyhogy érdemes lesz lehet tehát minket nézni itt a Startban, maradjanak velünk. Köszönöm szépen, Anita, most átjön a Start, én pedig 7-kor várom Önöket a friss hírekkel. Addig is köszönöm a figyelmüket, legyen szép reggelük, viszontlátásra!